Márfi Gyula érsek, június 16-án délelőtt a Veszprémi Szent Margit templomban szentelte pappá Bacsa Dávid, Gyulai Péter István és Varga Csikász Bence diakónusokat. Amikor komolyan megfogalmazódott bennem a papság gondolata, elmentem egy idős atyához, aki azt tanácsolta, hogy olvassam el a Máté evangéliumának a 10. fejezetét. Akkor még nem értettem, hogy miért mondja az, de emlékszem rá, hogy aznap éjjel többször is átolvastam ezt a fejezetet, és azt láttam, hogy ez olyan, mint egy ilyen program az egész papi életre, az egész papi hivatásra, mint amikor egy újságban látunk egy hirdetést egy állásajánlathoz, amit kínálunk és amit elvárunk, ez olvasható benne. Ebből is választottam a szentelési jelmondatomat, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nagyon fontosnak tartom ezt, mert az embernek sokszor kell ugyanarra a dologra igent mondani az életében. Minden nap meg kell erősítenie ezt a dolgot, és nem csak a saját életében, hanem másokat is arra kell bíztatni, hogy tartsanak ki, és haladjanak a jó Isten felé. Gyerekkoromban nagyon sokat minisztráltam, és láttam az atyákat, ahogy bemutatják a legszentebb áldozatot, akkor azt gondolom, hogy megérintett engem is valami, és arra gondoltam, hogy egy szép napon majd ezt én is megtehetem, és szerintem ez egy csodálatos dolog, maga az egész papszentelés is egy elragadó, magával ragadó dolog, de az, hogy akkor ott érsekatyával közösen bemutatjuk Jézus Krisztusnak az áldozatát, újra bemutatjuk ezt az áldozatot, utána majd az új misén, és utána több száz, több ezer, több tízezer alkalommal megújulhat ez az áldozat. Azt gondolom, hogy az életemben ez az egyik legcsodálatosabb dolog, ami történhet, hogy én magam is részese lehetek ennek a dolognak. A Co-Partoris Caritatis, a szeretet munkatársait választottam. Ugye Emeritus pápa, Benedek pápának az igazság munkatársai volt a jelmondata, és ő teológus volt. Az igazságot kereste az Istenben. Ugyanúgy én meg emberek lelkipásztoraként majdként a szeretetet szeretném továbbadni. Azt a szeretetet, amit kaptam az Istentől. Az ő szeretetére mondtam igent még gimnazistaként, és erről szeretnék tanulságot tenni. Igent mondtam a hivatásra, hiszen az ő hívása gyakorlatilag hamarabb volt, mint az én igenem. Az ő igenjére kellett rám mondott igent, és gyakorlatilag én erre az igenre mondtam válaszul azt, hogy szeretlek, Uram, és téged szeretnélek minél több emberhez elvinni. Budapestre kerültem a Központi Papnevelő Intézetbe 0. előkészítő évre, majd ott diplomáztam 2016 nyarán. Azt követően a halássérült pasztoráció szolgálatába álltam, hiszen magam is halássérült vagyok, és ez úgy érzem, hogy ez egy tanúságtétel is a nem halló testvéreim számára, hiszen gyakorlatilag az Isten mindennyiunkat megszólít. Mindenkinek van egy hivatása, azt gyakorlatilag ki kell bontakoztatnunk. Elsősorban a közösség javára, hiszen azt adom tovább, amit kaptam. És mindegy, hogy milyen csónakban utazunk, a cél az ugyanaz, Jézus Krisztushoz érünk el mindannyian, és megtaláljuk a hivatásunkat, megtaláljuk a lelkünk nyugalmát is. És így gyakorlatilag az Istennel boldogok leszünk. Papi jelmondatul a Zsoltárok könyvének 15. Zsoltárából választottam egy mondatot, mely minden héten csütörtökön az esti kompletóriumban elhangzik, te irányítod, Uram, sorsomat. A szentelést megelőző lelki gyakorlaton Borsos József Pálus atya a következőt tette hozzá, mint egy
motto folytatásként, te irányítod, Uram, sorsomat, hogyha hagyom. Ez lesz egész papi életem jelmondata, hogyha hagyom, ugyanis ez a mai világ, amely elhanyagolja, elfordul az Istentől, különösen erős lüktetést, erős motivációt ad arra, hogy az embereket az Isten felé vezetni kell, az Istenhez irányítani kell, az Istenhez, Isten felé fordítani kell, és így készülök a papszentelésre ezzel a mondattal. A papság dolog, úgymond, az visszavezethető egészen a középiskolai, sőt inkább igen, középiskolai éveimre, a piarista atyákhoz, akiknél a gimnáziumban 4 évet töltöttem, és ott majdhogy nem volt olyan nap, hogy nem vettem volna részt szentmisén, nem voltam volna lent akár a sekrestyébe, de beszélgettem volna akármelyik atyával a folyosón, a kollégiumban vagy az iskolában. És utána, ahogy ide jöttem Veszprémbe, itt a főiskolára jelentkeztem először, és ugye az óráink együtt voltak akkor a kispapokkal, dogmatika, morális, stb. És akkor ott mondták, hogy miért nem iratkozom be, vagy kérem felvételemet a Boldog Gizella szeminárium növendékei közé. Átfontoltam, meggondoltam ezt a dolgot, a hívás az megvolt, csak nekem kellett igent mondanom. Ez az igen megtörtént, a szemináriumba való belépés után itt vagyok 4 évvel később, és arra készülök, hogy a papszentelésben elnyerjem azt a kegyelmet, amivel majd egész papi életem folytán tudom a hívő népet az Isten üdvösségére, a végső célra vezetni. Tegyen készségessé téged minden jóra, hogy teljesítsd akaratát. Minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek.